Október 11-12-én játszátok itt nálunk a Bakelitben az Omló tornyok előadást. Mi a te szereped a darabban? Több figurát is próbálok hozni. Egy közös vonásuk, vagy közös tulajdonságuk van. Mindannyian morálisan is, törvényesen is megborult emberek, de igazából nem a figura a fontos nekünk, hanem az a helyzet, ami miatt ilyen magatartásra kényszerülnek, és ezt próbáljuk megboncolgatni. Közösen ötleteltünk tulajdonképpen. Rita hozta a verseket. Nagyjából arról szólnak, hogy az emberi kapcsolatok, hát nagyrészt az én emberi kapcsolataim, hogy alakultak az elmúlt években. Úgy próbáltuk összerakni magát az előadást, hogy mindenkinek legyen benne minden, ami a versekhez asszociáció, illetve amit gondol arról a versről, amit éppen játszani kell. Érdekes gondolatok születtek, tehát olyanok, amik esetleg nekem versírás közben meg se fordult a fejemben, olyan dolgokat is próbáltunk belerakni az előadásba, tehát abszolút az ő ötleteiken is alapul a dolog, nem csak az én agymenéseimben. Különböző karaktereket játszunk. Az enyém az általában ilyen agresszív szokott lenni, most is valamiért ezeket a karaktereket kaptam. Köszönöm a hajnalt, mikor még nincs vége! Belemegyünk, mert szeretjük, ha indul a szív! Talán nem is lehet azt mondani, hogy ezt az előadást én rendeztem, mert ez így botorság lenne, hiszen mindenki a saját ötletét kapott rá lehetőséget, hogy úgymond szikmat ráállítsa. Egy hajléktalanat is játszom benne, aminek például a megformálásához nagyon sokat segített Dombi Kati, aki a mozgás tanárunk volt. Ebben a jelenetben gyakorlatilag hát főleg a mozgás dominál, és hát a végén hangzik el gyakorlatilag a Ritának az egyik verse. Szükség, ami befogadja az olyan produkciókat, mint amilyenek mi vagyunk. A Bakelitet egyébként egy másik társulat másik előadásával ismertem meg, akkor itt játszottunk a hangárban, de hát tulajdonképpen kinéztük már mi akkor magunknak a stúdiót, mert ugye az is egy nagyon jól felszerelt hely, és hát úgy gondoltuk, hogy ez meglehetősen alkalmas arra. Egyrészt a háttérmunkások is, másrészt pedig maga a szituáció és a helyszín is ahhoz, hogy egy ilyen előadást itt létrehozzunk.